Köszöntöm nézőinket, Önök a Zirci Zónát látják. Hírműsorunkban elsőként ismertetjük a hétfői közmeghallgatás és testületi ülés témáit, majd beszámolunk a Rákóczi téri parkoló kialakításáról és a faültetésről. A Zircváros közszolgálatáért adományozható kitüntetés felhívását követően a Zirc kistérségi többcélú társulás tanácsának legutóbbi ülésén meghozott döntéseket Ottó Péter elnök foglalja össze. Projekthíradónkban tudósítunk a múlt szombati Ne dobja el, dobja ki szlogennel megrendezett környezetvédelmi napról, majd suli rovatunkban a május 3-ai középiskolai ballagások és az óvodai beiratkozás időpontjáról informáljuk Önöket. Civil a pályán rovatunkban összeállítást láthatnak a földnapjához kapcsolódó szemétszedésről, a múlt szombati természetjáró különvonatról és Enrédi Wendel ciszterciapát tiszteletére megjelent könyv bemutatójáról, majd a Diabetes Klub nyílt napja és az Zirci Városi Vegyes Kórus jövő szombati hangversenyének programja után jövő heti új műsor elemünket ajánljuk nézőink figyelmébe. A Zircen élő német nemzetiséghez tartozókat célozza meg rovatunk, amelyről Hédl Józseftől, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, valamint Helt Réka és Wolf Viktória gimnazistától kapnak tájékoztatást. Kulturális rovatunk színes ajánlójában a tavaszi értékmentő találkozó, az anyáknapi játszóház és a Városi Könyvtár hírei után Kirner Anna néprajzos segítségével bemutatjuk a május fállítás hagyományait, majd ellátogatunk a Regulianta Múzeum és Népművészeti Alkotóház játszóházába. Csokonai Rokonai címmel szórakoztató közösségi játék indul májusban. A felhívás után a jövő pénteki Pöttyösbögre elnevezésű zenés-táncos foglalkozásra invitáljuk a legkisebbeket. Magazin műsorunkban a Reguli Gálán készült felvételünket tekinthetik meg. Kérem, tartsanak velünk ezen a héten is!